Sándor Zsuzsa volt tanácsvezető bírót hívtuk fel telefonon. Jó reggelt kívánok azzal a hírrel kapcsolatban, hogy a Budapest környéki közigazgatási és munkaügyi bíróság igaz egy elsőfokú döntésében, de kimondta, hogy Handl Tünde az országos bírói hivatal elnökeként egyértelműen visszajelt a jogkörével, és ez a hír végigpörgött a sajton olyan felítéssel, hogy ez egy komoly presztízsveszteséget hozó döntés Handl Tünde számára, igaz, még csak első fok. Önnek mi volt az első gondolata, amikor meghallotta ezt a döntést? Jó reggelt kívánok! Az első gondolatom az volt, hogy hála jó Istennek, vannak független bírók, akik kizárólag az szerint döntenek, hogy milyen, ebben az esetben, hogy milyen kereset és milyen bizonyítékok vannak előtte, és nem féltik a saját presztízüket sem, ami bizony Handl Tünde időszakban elég kockázatos. Ugye a döntés ahhoz kapcsolatos, hogy Vasvári Csaba perelte be Handl Tündét, mert hogy ő két pályázaton is indult, első helyen végzett, és mégsem nevezte ki őt Handl Tünde. A presztízsveszteségen túl egy ilyen döntésnek, hogyha mondjuk ugyanez születik másodfokon is, milyen konkrét következménye lehet, mert attól még ezen a pályázaton ez a bíró nem fog nyerni, tehát nem fogja megkapni ezt a munkakört, azt tudjuk. Hát, hogyha egy jogállamról beszélünk, akkor én úgy gondolom, hogy már egy ilyen elsőfokú döntés után is egy ilyen vezetőnek le kellene mondania. Ez az egyik. A másik, egy új aspektus szeretnék mondani, hogyha ez az ítélet jogerős lesz, akkor azt is jelenti egyúttal, hogy ez egy bűncselekmény. Tehát van, ez ugye egy polgári, pontosabban munkajogi per volt, de amit Handl Tünde elkövetett ebben az ügyben, az egy hivatali visszaélés, amit a büntető törvénykönyv is 3 évig terjedő szabadságvesztése fenyeget. De hogyan lépne ez túl büntetőjogi perré? Hát ugye valószínűleg az ügyészség nem fogja azt mondani, hogy hivatalból tudomása van erről, mert ilyenkor nem szokta. De bárki feljelentheti Handl Tündét ezzel, hogy mondjuk a jogerős ítélet után, hogy ez amellett, hogy munkajogilag nem állja meg a helyét, hiszen joggal való visszaélést azért a munkajogi bíróság megállapította. Bocsánat. Bárki feljelentést tehet, és akkor ugye kötelező lenne a nyomozó. A bárkibe akár ön is beleférne, mint aki jogvégzett ember, és látja ezt a visszásságot? Akár én is beleférnék. És nem gondolkodik ilyesmin? Hát azért még várjuk meg a jogerőt, és nem tudom, hogy én lennék az, aki illetékes abban, hogy itt feljelentést tegyen. Nem szoktam feljelentést tenni, más a műfajom. Mit gondol arról, hogy hát ugye azt mondta, hogy ez elegendő ok lenne arra, hogy Handl Tünde lemondjon, de akár arra is, hogy változtasson azon a nagyon egyszemélyi döntésektől függő centralizált rendszeren, ami kiépült. Ezt a figyelmeztetést ő vajon most komolyan veszi, hogyha a jogerős ítélet is ez lesz? Hát nem csak feljelentő nem szoktam lenni, de jó sem. Én nagyon remélem, hogy komolyan veszi, és azt is nagyon remélem, hogy az új országos bírói tanácsnak lesz annyi ereje, és lesz annyi, mert a kurázsi van bennük, az látszik, hogy megpróbálja megakadályozni a saját eszközeivel azt, hogy ez a fajta vezetés, amit Handl Tünde gyakorol, ez a jövőben is így maradjon. Sándor Zsuzsa, köszönöm szépen, hogy tudtunk beszélni, szép napot kívánok. Orosz Annával folytatja most Robi.